Na, sziasztok srácok, én Danevők, és itt vagyunk egy következő videóval, ahol most nem más lesz, mint Garfieldnak fogjuk a bázisát lecsekkolni, vagy megkeresni, vagy nem tudom mit csinálni. Gyorsan kezdek fát vágni és ilyen alapszucokat gyűjteni, ugyanis egy nem éppen, hogy is mondjam, nem egy éppen természetes helyen spawnoltam, ami már alapból eléggé furcsa lehet nektek, közben bocsánat, közben Facebookon kapom az üzeneteket, gyors bezárom a Facebookot, hogy ez ne legyen zavaró. Nagyszerű. Na, nem egy teljesen természetes terepen spawnoltam, amint látjuk. De megpróbálom a lehető legtöbbet kihozni, és igen, az első, ami eléggé szemet szúrhat nektek, hogy itt egy olyan hegy, ami konkrétan félig vasból van. Szóval, ja, nagyjából megpróbálok én így körbe csekkolni, hogy miket találhatunk itt, és lol, már konkrétan az elején egy ládát találtunk, ez komoly, és lol. Na, találtunk kaját, srácok, na akkor azzal ma nem kell törődni. Szuper, akkor jó, akkor legalább kaját nem kell szereznünk. Nem tudom, hogy még több láda is lehet ebbe a hegybe, de én így nagyjából így áskálódok, nem akarom az egész hegyet szétszedni, mert az eléggé sok idő lenne, de kéne akkor jó sok vasat szedni, kéne jó sok követ szedni, a kővel kéne a lehető leggyorsabban kezdenem, mert meg kéne csinálni a kemencét, így is. Mi a... Oh, srácok, azt a rohadt, de megijedtem. Halljátok, tényleg megállt bennem a vér, ez most viccen kívül. Hú, jó van, valaki befedett minket, nagyon jó. Oké, jól kezdődik, értem. Hú, megijedtem, jó? Oké, megpróbálok még több vasat kiszedni, ugyanis jó lenne egy nem tudom, egy vasszettel indulni, vagy nem tudom, hogy mivel kéne indulni, vagy csak szimplán vas cuccokat kraftoljak. Meglátjuk, viszont kiszedek egy pár vasat, egy pár köv, mondjuk a kő nekem ennyi már nem is nagyon fog kelleni. Jó, akkor köveket azt most így kicsikét hanyagolom, és inkább vasat szedek, és azután még kéne azért fát vágni, mert nem hiszem, hogy elég fánk lesz ahhoz, hogy kiégessük meg, mindet le tudjuk úgymond így kraftolni. Jó, ezt még így berakom mellé, és akkor gyors, én azt mondom, hogy kiszedek innen 3 darab vasat, kivágok egy fát, és csinálok egy izét, egy vasfejszét. Csináljuk vasfejszét? Nem kell. Csináljuk csak szimplán egy kőfejszét. Úristen, mennyi slime van amúgy itt, ez egyre rosszabb, hogy így, mi a? Miért van itt egy óriás zombi, srácok? Jó, én ezzel most nem fogok én itt törődni, nem hiszem, hogy bántani akar engem, ahogy látom. Nagyon remélem. Jó, kiszedtem némi fát, ez most így elég lesz szerintem. Jó, aj, kidobtam, gratulálok magamnak. Jó, ezt még így bedobom a vas mellé, hogy hadd süljön. Nagyszerű! Szerintem a teljes vasszettet én nem nagyon fogom megvárni. Viszont el kéne kezdenem... Miért van itt ennyit? Mi a... Vasgólem? Miért van itt vasgólem? De rám nézett. Ugye, hogyha nem ütöm meg, akkor remélem, hogy mi a... Csónak. Srácok, mi történik ebben a Minecraft világban? Na jó, nem baj. Folytatom a dolgokat. Csinálok egy vaskardot. Oké, csinálok egy vassisakot. Oké, mennyi vasom van még? 3. Oké, és... Csinálok még egy vas... Meddig sebződsz még, barátom? Hallod? Jó, ezt én megölöm. Bocsi, de úgyis szenvedsz. Jó, királyság. Jó, ez is adott legalább vasat, meg egy rózsát. Oké, jó. Csinálok még egy vasmelvértet. Ez szerintem azért fontos lehet. És csinálok egy vassákányt, hogyha ez kisül. És nem már kutyák is. Hát kiégek. Srácok, mi történik ezzel a világgal? Hát nem hiszem el, jó. Csinálok egy ilyen gyors, jó, ezeket így nagyjából így elrendezem. Ezeket így felveszem. És jó, ezt szerintem ezt most így hanyagolom. Ezt még így berakom ide, és majd visszafele. Jó, tessék itt egy virág. Nem tudom, ki csinálja ezt, de lerakok ide egy virágot, hogy ne legyen rám annyira morcos. Nem kell azokat meg... Mi a... Jaj, nekem támadnak a izék? Oké, jó, akkor ezeket ki kéne kerülni. Jó, oké. Futunk az út irányába. Elvileg erre kéne menni, és már creeperök, meg minden van itt, srácok. Tehát nem is... És TNT vagy creeper robbant? Jó, mindegy, ezt hanyagoljuk, és látom is ott a távolban már a házat, ahol nekem mennem kéne. Idáig nagyon rosszul állunk, így a, hogy is mondjam, az ilyen rejtélyek megoldásával, mert most tényleg nem tudom, hogy NPC-k, értem,
Tehát konkrétan mögém szólnod nem tudom mennyi NPC. Jó, nagyszerű. Itt egy ilyen ház, vagy vár, vagy nem tudom minek mondhatom ezt. Jó, én ide így bemegyek. Remélem, hogy nem fog semmi probléma történni. Aha, és követnek közben a zomb. Nem, már mennyi zombi jön? Jó, ezt gyors be kell fedni, srácok. Jó, oké. Befettük a bejáratot, elvileg így, oké. Így elvileg engem nem nagyon tudnak támadni. Nagyszerű, jó. Meg kéne keresni, hogy mi okozza ezeket a dolgokat egyáltalán itt az egész helyen, vagy palotáb. Ezt szerintem ezt már nevezhetjük palotának. Titkos raktár. Belépés csak kulccsal. És mi van ott bent? Ott vannak bent valami. Ott van bent egy sütő, egy ilyen javító cucc, meg egy crafting table. Aha. És itt van még egy, hogy belépés csak redstone fákjával. És ott is ott van egy kulcs. Aha. És ide hogy kéne. És mi van? Ott egy malac. És ide hogy kéne megszereznem a izét? Itt van valami akadály. Jó, mindegy, ezt kiviszem. Srácok, ezt így kiviszem, és megnézem, hogy mit találhatok én itt. Jó. Jó, oké, ezt így óvatosan. Oké, királyság. Jó. Jó, ne, haj, Istenem, leestem. Jó, még egyszer. Ez nem annyira nehéz amúgy, amennyire ez kinéz. Jó, királyság megvan. Jó, és itt van a tetőn egy, egy kábel és egy kulcs. Értem. Még valami esetleg, itt talán, így lejjebb, talán. Nem nagyon látok én sem. És ott van valami lávató is, lol. Ott egy lávató, és ott a közepén egy láda. És ott van egy ilyen jumpolós cucc, akkor az lesz a második kulcs, srácok. Ebben biztos vagyok, hogy ott lesz, jó. Akkor elvileg szerintem itt már nagyon nem kéne semmit se keresni. Ez melyikhez jó? Ez ide jó. Jó, oké, és gondolom, hogy, aha, oké. Itt egy ágy, és itt egy, oké. Tele volt gyémántömbbel, királyság. Elfelejtettem viszont fát hozni, viszont ott bent lesz crafting table. Jó, akkor oda be kell jutni. Akkor az a helyzet, srácok, hogy gyors, el kéne jutnom. Majdnem meghaltam. De oda hogy jutok ki? Várjatok már most, oké, hogy kimegyek, de ott kint elvileg mobok voltak. Jó, mindegy. Gyors, megpróbálok ezen az egészen így átjutni. Úristen, mennyi mobok szannod közben. Jó, ezeket így ki kéne kerülni. Ahogy látom, hogyha így a vár közelében maradok itt, annyira nincs sok mob. Oké, itt vagyunk. Ezt valahogy úgy kéne kivinni, hogy ne halljak bele, jó, oké. Jó, ebben még mennyi cucc van, királyság. Kaptam egy gyors zsákpotit is, hát azt én most... Nem már! És ott vannak hóemberek, srácok. Azok ugye nem fognak engem bántani. Nagyon remélem, hogy azok nem bántanak, mert nem akarok még meghalni. Jó, oké, kivittem, jó. Gyors visszafutunk a izébe. Gyors visszafutunk ebbe a házba, vagy bázisba, vagy nem tudom mi ez. És megnézzük, hogy mi van a másik izébe. Elhoztam, igen, itt van. Mennyi kutya van itt? Kergetik szegény nyulakat, szegény izék nyulak. Jó, oké, ezt visszafedem. Király, fel kell így bennem szépen akkor. És igen. Jó, srácok, itt van akkor a másik ajtó. Kimerem nyitni, jó van? Lol, és itt van Garfield, srácok, és itt alszik. Szia Garfield, hello, szia cimbora, rég láttalak. Úristen, Garfield atomkardja, milyen cuccai vannak, srácok. És, mennyi lazanyja. Kiégek, mennyi lazanyja van Garfieldnak, srácok. Ez nagyon brutális, itt a képek mögött, nem, itt semmi nincsen. Ez nagyon, és itt volt vele egy malac, szegény malacka. Menj utadra, gyerünk. Szegény malac. Szia Dani, rég láttalak, te mit keresel itt, és miért jöttél? Hát Garfield, igazából csak azért jöttem, hogy megnézzem, hogy milyen a te bázisod, palotád, vagy nem tudom, hogy minek tudnám ezt nevezni. De nagyon király, hallod. Közben amúgy, amíg írsz, craftolok magamnak valami kis gyémánt cuccot. Hogyha már így itt van a crafting table öt, hogyha nem haragszol meg. Jó, csinálok egy ilyet. Csinálok még egy ilyet, és még egy gyémánt nadrágot is kéne csinálnom. Királyság, jól van. Jó, na, mi van? Ja, jó, elrontottam. Várjál Garfield, várjál, megcsinálom ezeket. Jó, na. És adtam rá engedélyt, hogy begyere a szobámba. Ja, bocsi Garfield, csak meg akartam nézni, hogy mi van itt, de engem érdekelnek a kalandok. Mégiscsak azért én egy ilyen felfedező vagyok. Ha mondhatnám Dóra a felfedező, de nem vagyok Dóra. Mindegy, van kajád? Van kajám, igen. Kell, sült sertésszalát, az jó. Igen? Jó, tessék, adok neked. Jaj, nem tudom, hogy... Ja, jó, gondolom, hogy... Aha. Gondolom, hogy már azért ennyi lazanya után azért csak unalmas tehet neked egy kicskét ez a kaja.
Így van, na. Hát, oké, Garfield, de nem lopok el semmit, meg nem izélek semmit, én csak ennyiért jöttem igazából, hogy ezt így lecsekkoljam. Szóval, ja. Kell a változatosság, hát így van. Na, Garfield, akkor, csóri malac. Jó, Garfield, segítesz elköszönni a videóba? Igen? Jó, rendben van, na, akkor gyere, állj mellém. Így, itt szépen, így bent elköszönünk. Na, srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor csapostok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra. És ha még szeretnétek hasonló kontentet látni, akkor mi legyen? Akkor ugye dobjatok egy lájkot, és igazából írjátok le. Na, nyugi, és akkor dobjatok, vagyis a komment szekcióba, hogy írjátok le, hogy miről szeretnétek még videókat és tartalmakat látni. Szóval, srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Én Dani voltam, és itt volt velem Garfield is. Sziasztok!